Vádat emelt a mianmari rendőrség az ország őrizetbe vett eddigi vezetője Aung San Suu Kyi ellen, aki állításuk szerint illegálisan importált kézi adóvevőket. A bíróság jóváhagyta a politikus őrizetben tartását február 15-éig. Aung San Suu Kyi házi őrizetben van azóta, hogy a mianmari hadsereg hétfőn átvette a hatalmat vészhelyzetre hivatkozva. Az államcsíny azután történt, hogy az országot kormányzó Nemzeti Liga a Demokráciáért párt elsöprő győzelmet jelentett be a tavaly novemberi választásokon, amelynek eredményét a hadsereg támogatását élvező Szövetségi Szolidaritás és Fejlődés pártja vitatja. Voltak, akik fazekak és serpenyők segítségével csaptak zajt, valamint dudáltak, így fejezték ki nem tetszésüket. Addig ütöttük a fazekakat tegnap este, amíg eldeformálódtak, meséli ez a tiltakozó tisztviselő. Ez az egyetlen dolog, amit jelenleg tehetünk. Azt akarjuk, hogy a nemzetközi közösség tudjon a helyzetről, mert nem vagyunk rá képesek, hogy visszavágjunk a hadseregnek. Míg a nemzetközi közösség mély aggódását fejezte ki a történtek miatt, Japánban tüntetők ezrei gyűltek össze, és arra szólították fel kormányukat, hogy tegyen lépéseket a mianmari puccsal kapcsolatban.